Mi minden vizsgálatot nyugodt szívvel fogadunk, mert ki fog derülni, hogy minden törvényesen zajlott. Így kommentálta a híradónknak Karácsony Gergely az OTP feljelentését. Magyar György ügyvéd szerint azt lenne fontos tudni, hogy a bank mikor kezdte a vizsgálatot, a rendőrség mióta foglalkozik a feljelentéssel, és miért most került nyilvánosságra mindez. Elsőként a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy az OTP ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a 99 mozgalom pénzügyei miatt. Az erről szóló dokumentumot pedig az Index mutatta be, amelyből kiderült, az érintett bankszámlára 526 millió forint érkezett annak megnyitása óta. Az OTP nemrég elrendelt belső vizsgálata pedig arra jutott, hogy az adományok alapvetően külföldön élő magyar személyektől érkeztek, és a ládákban elhelyezett bankjegyek többsége elsősorban az euróbankjegyek újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak. Karácsony Gergely híradón kérdésére elmondta, állnak minden vizsgálat elé, mert minden törvényesen zajlott. Látta azt a dobozt, mielőtt leadta, vagy valaki átnézte? Természetesen a bank is látta, ezért mondom, hogy a bank által bekért dokumentumok valójában cáfolják a banki feljelentésben szereplő állításokat, de azért nem szeretném ezt az ügyet a nyilvánosságban túlságosan elemezni, mert az OTP-vel nekünk egy nagyon jó szakmai kapcsolatunk van a fővárosi önkormányzatban, és ez a kapcsolat nekünk fontosabb, mint hogy ezekben a politikai harcokban belemenjünk. A főpolgármester hangsúlyozta, nem kaptak hivatalos értesítést a nyomozásról. A magyar nyomozó hatóságok a Magyar Nemzetet szokták értesíteni, meg a kormánypárti sajtót ezekről az ügyekről, ami egyébként egy súlyosan jogsértő gyakorlat, de hát sajnos Magyarország nem jogállam, állam, ezt sajnos én nap tapasztalom. Magyar György ügyvéd szerint a pénzintézetek jogszerűen járnak el, amikor a pénzek forrását vizsgálják. Következésképpen nem szabálytalan a pénzmozgás, hogy az OTP-nek mit tűnt fel, és mi az, ami álláspontjuk szerint nem felel meg a tisztességes eljárásnak, ezt nem tudhatom, de nem látok benne semmi kivetnivalót. Legfeljebb, legrosszabb esetben, ha szakértők is megállapítják, a forrás igazolás tartalmát lehet vizsgálni, de ennek a büntetőjogi következményei rendkívül elenyészőek. És inkább ennek úgy érzem, politikai következményei vannak, és nem másról szól a történet, mint hogy Karácsony Gergelyt lehetőség szerint negatív hírba kell hozni. A híradónk által megkérdezett politikai elemző szerint ez a téma még egy jó darabig a magyar belpolitikai diskurzus része lesz. Szerintem ez a téma a külföldi kampányfinanszírozás, a külföldi beavatkozás a magyar választási rendszerbe, még a 26-os kampányig is elkísér minket, ugyanis ezek olyan akár kémregénybe illő témák, mint például a külföldi befolyásolás, akkor az illegális pénzmozgás. Hát ilyen egyébként a pénzmosás, a személyes meggazdagodásnak az esélye. Kiszeli Zoltán szerint a 99 mozgalom adománygyűjtésére még sokáig lehet elrettentő példaként hivatkozni, mint külföldi befolyásszerzési kísérletre.